Remekül szerepel a DMTK második számú csapata a Pest megyei 4. osztályban, ahol 3 együttes van versenyben az első helyért a 10 csapatos mezőnyben. Rövid gól összefoglalónk a 12. fordulóból a DMTK Szigetszentmárton FC mérkőzésről készült. A találkozó előtt a hazaiak 29 ponttal az első, míg a vendégek 27 ponttal a második helyen álltak, azaz 6 pontos derbi, ahogy azt focista berkekben mondani szokás. Cserélni kényszerült a hazai csapat. Az addig kiválóan játszó és két gólt szerző Balogh Tamás sérülés miatt hagyta el a pályát.
A Sziget Szent Márton revansot vett az őszi 4-3-as hazai vereségért, és átvette a vezetést a tabellán. A DMTK egy ponttal lemaradva a második, a Sziget Szent Miklós pedig további egy pont hátránnyal a harmadik helyről várja a folytatást.